Sziasztok gyerekek, a mai történelem órán megyünk szépen tovább. Szent László és Könyves Kálmán királyunkat kell kiemelni, hiszen mindkettő királyunk nagyon nagy tetteket hajtott végre az ország belpolitikájának, külpolitikájának, törvényeinek megszilárdítása érdekében. Majd meg fogjuk látni, hogy miért kell kiemelnünk őket, és meg fogjuk nézni a törvényeiket, és hogy hogyan gyarapították az országnak a területét is. Figyeljük meg! Hát gyerekek, a trónért folyó belső harcok akkor szűntek meg egy időre, amikor László herceg lépett a magyar trónra első Szent László néven. István király művének az egyik legnagyobb folytatója volt. Géza halála után nem kiskorú fia Kálmán vagy Álmos, nem is Salamon, hanem a király testvére. Tehát Géza testvére, első Géza testvére, László lett a Magyarország uralkodója. Sok kérdést kellett tisztáznia. Tehát testvérei belenyugodtak a királyságába, de megválasztása után László nem koronáztathatta meg magát rögtön, mert a korona, a magyar szent korona Salamonnál volt. Géza bizánci koronájának pedig még nem alakult ki legalizáló ereje. Mit jelent ez? Tehát nem hiteles az a király, akit ugye nem a magyar szent koronával koronáznak meg. Mivel a pápa csak hűbéri eskü ellenében akarta a koronát elküldeni, László Rudolf sváb herceggel lépett szövetségre, ugye, akinek a lányát Adelheidot feleségül is vette. 1080-ban kötötte meg a békét Salamonnal. Salamon lemondott a jogairól, a nyugalom azonban csak rövid ideig tartott, mert Salamon állandóan ugye László ellen támadt. Ilyen volt ez 1082-ben, amikor a király elfogadta és a Visegrádon lévő toronyba záratta. A hagyomány tévesen tartja a jelenlegi Salamon tornyot Salamon börtönének, mert az csak IV. Béla idején épült meg. De tény az, gyerekek, hogy László elfogadta őt, és Visegrádon elzáratta. Ugye látjuk is itt a családfát, betettem nektek ide, tehát, hogy ő már a Mihály fiaknak a leszármazottja volt. Ugye Mihálynak a fiai első András és első Béla, és első Bélának a fia volt Szent László királyunk, aki 1077 és 1095 között uralkodik. Vazulágnak a megvakítatott, alkalmatlan, fülébe forró olmot öntetett Vazulnak az utódai lesznek a későbbi királyok, ugye első András, első Béla, Szent László, Kálmán is, különben kihalt volna az Árpádház. Milyen jó, hogy István meghagyta Vazulnak az életét. És első Andrásnak a fia lesz majd Salamon, aki állandóan ugye Lászlót bolygatja, ő is ugye a primogenitúra helyett, ugye a szenyorátus elve alapján akar érvényesülni, és ugye első Bélának a fia első Géza és Szent László, nyilván Géza halála után testvére fogja megörökölni a trónt. Ebből is láthatjuk, hogy itt a primogenitúra már nem alkalmazható, mivel hogy az első szülöttségi jog nem érvényesül. Gézának a gyermekei Kálmán és Álmos, és Kálmán majd 1095-től lesz király a Könyves Kálmán néven. Hát ugye László királyunk, amikor elkezdte az uralmát, akkor a pogány lázadások és trónviszályok gyakori német támadás zűrzavara kedvező körülményeket jelentett a magántulajdont még nem tisztelő embereknek a lopáshoz. Tehát olyan zűrzavaros állapot volt, amikor nem voltak gyerekek tiszta törvények, nem voltak lefektetve törvény szerint, hogy mit szabad és mit nem szabad, illetve ugye milyen büntetések járnak érte. A feudális rend kiterjesztésével párhuzamosan az uralkodó osztály tagjaival szemben meg kellett védeni a magántulajdont. Ezek is mutatják majd ugye Lászlónak a törvényeit, és majd később Kálmánnak is a törvényei.
Nézzük meg, hogy hogyan tudott ezekben az űrzavaros időkben László pénzhez jutni. Tehát az országot meg kellett szilárdítani, ehhez viszont pénzre volt szükség. A László belpolitikájának egyik fő célja a királyság gazdasági alapjainak biztosítása volt. Az egyik fő forrás volt a kamarahaszna. Salamon példáját követve László is két évente új pénzt veretett. A régi pénzt kötelező igen, beváltatta, és jelentős haszna származott belőle. A magyar dénárokat a bizánci aranyhoz igyekezett hozzáigazítani, és a távolsági kereskedelem terjeszkedése, a törökök terjeszkedése miatt lehanyatlott, és még ugye nagyon fontos volt ezt pótolni. Az exportnál például 3-4%-os vámot kellett fizetni, hogyha valaki ki akart vinni az országból lovat, szarvasmarhát, vagy bármilyen más terméket. Így bent tartotta az országba ugye a termékeket, sokkal intenzívebb lett a belső kereskedelem, tehát ezeken a belső piacokon, vásárokon cseréltek árut ezek. László idejében ugye a heti vásárok már nem voltak vasárnaphoz kötve, tehát bármikor lehetett, ugye szabályozta, hogy adni, venni csak a vásárnapokon lehetett, de ezek nem csak vasárnapokon voltak. Tehát a vásár és révvámokból nagyon fontos jövedelme származott, sókereskedelemből is. Tehát a királyság ebből próbálta ugye a bevételeit gyarapítani. És nézzük akkor Szent László törvényeit. Ugye ismerjük, hogy három törvénykönyvet adott ki Szent László. Hát ezek olyan intenzív törvények voltak, amelyeket muszáj volt a magántulajdon védelmére, a lopás elleni törvények a személyi tulajdon védelmére neki megalkotni. És az első törvénykönyve például, arról lesz most szó, az egyházat védte. László pontosan megszabta az egyházi ünnepek számát, 36 ilyen ünnepünk volt, írtotta a pogány hiedelmeket, a halottakat csak a templom kertjében engedte eltemetni. Elítélték a nőrablást, nagyon szigorúan büntették a házasságtörést, valamint ugye továbbá azt, hogy a vasárnap és ünnepnapokon senkinek nem volt szabad dolgozni. Ő gyakorolta az investitúra jogát, emlékeztek rá, amikor tanultuk, az investitúra az ugye a papi és a püspöki személyeknek a beiktatásának a joga, tehát ő ezt gyakorolta a császárral szemben. Öccsét Könyves Kálmánt tette meg a bihari püspökség élére, tehát Könyves Kálmán előbb volt püspök majd, mint király. Templom építések is szaporodtak, de ebben az időben úgy kell elképzelni, hogy a lakóházhoz hasonló templomokat építettek, tehát nem ilyeneket, mint amit ma látunk, hanem ugye fából ácsolt, sárral tapasztott, egy légteres kis ilyen szentélyek voltak ezek a templomok, pici kis falvak voltak, a pici kis falvakhoz mérten építették a templomokat, tehát 30-40 fő körülbelül az a személy, aki ezekben a pici kis templomokban elfért. Elterjesztette a cölibátust, ugye a papi nőtlenséget, és bencéseket is hívott az országba, ők voltak azok a bencések, akik ugye az oktatást megszervezték, tanítottak. És hát a második törvénykönyv a magántulajdon védelme érdekében nagyon fontos volt neki megszabni, ugye ezeket a törvényeket meghozni, hiszen nagyon sok túlkapás volt és törvénytelenség. A tolvajokat társadalmi helyzetre való tekintet nélkül büntetni kellett ezekben a törvényekben. A tinó volt ugye a mértékadó, ugye nem forint, nem aranyforint, hanem tinóban mérték a büntetéseket, de László idejében például a bizonyos értékhatárokon felül tettenérés esetén felakasztották az illetőt lopásért. Ha a templomban menekül, megúszta megvakítással, de például 10 évesnél idősebb gyermekeket el is adtak rabszolgáknak.
A megvakítás kéz vagy orrlevágás, nyelv kitépése, tüzes vas hordozása vagy víz alá merítés, ezek voltak, amik tisztázták az ügyeket. Például tüzes vas, hideg víz próbának hívták ezeket, és akiket bizony, ugye rábizonyították, hogy tényleg lopott, azt pedig, annak pedig kivágták kitépték a nyelvét, vagy az orrát levágták. Ugye a harmadik törvénykönyv az pedig tiltotta a kóborlást, az egyházi tizedet fizetni kellett mindenkinek, de emellett ugye különböző, már akkor, ugye már említettük, hogy Szent István király idején elindult ez a rétegződés a társadalomban, tehát voltak olyan szabadok, akik egy-egy ilyen földesúr tulajdonába szegődtek, de még szabadok voltak, tehát nem veszítették el a szabadságukat, de hát nekik dolgoztak nyilván. Ez emellett ugye az egyházi tizedet fizetni kellett, és még ugye majd a földesúrnak is kell bizonyos összeget fizetni. Senki nem mehetett el magától más földesúr szolgálatába, tehát szabadon nem kóborolhatott senki. Ezt bizony tiltotta. Aztán nézzük már meg, hogy László törvényei mit is mondanak. Aztán majd olvasok Kálmán törvényeiből is egyet, és nézzétek meg, hogy hogyan enyhített Kálmán ezeken a törvényeken. És nézzük először László törvényét. Mindenek előtt esküvel elhatároztuk, hogy ha főemberek bármilyen rokonát lopás bűnében találják egy tyúk értékén túl, semmiképpen se rejthesse vagy védhesse meg őt közülünk senki. Azt is akarjuk, hogy a magát tolvajt csak nem, ha csak nem az egyházba, templomba menekül, akasszák fel, és egész vagyona vesszen el. Ha pedig gyermekét, vagy rokonát, vagy bármilyen hozzátartozóját kapja rajta lopáson, az ilyen tolvaj a felakasztástól, vagy testének megcsonkításától meneküljön meg, azonban, ha a népből való, adják el külföldre. Ha pedig valamely nemest kapnak rajta rokonai ugyanezen a bűnben, ne adják el, hanem kényszer munkára adják. Tehát látjátok, hogy ha nemes értek lopáson, akkor azért enyhébb büntetést kaphattak, vagy feloldozást kaphattak. Ha pedig azt mondja, más nem nemesről van szó, akkor az bizony rendesen meg kellett büntetni. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson értek, akasszák fel. Az egyházi rendű személy libát vagy tyúkot, gyümölcsöt vagy ehhez hasonlót lop, csupán a mester fenyítse meg vesszőzéssel, de amit lopott, adja vissza. Hogyha ezeknél nagyobb dolgot lopott, a püspöke fokozza le, és világi bíróságtól nyerjen büntetést. Ha valaki vasárnapokon, vagy nagyobb ünnepeken nem megy az ő kerületének egyházába, verésekkel javítsák meg. Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz, kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek. Tehát ugye ez a vasárnapi templomba járás melletti törvények voltak, hogy ilyen természetvallásokat nem tűrtek meg. Nézzük akkor meg a külpolitikáját, tehát először védekezni kényszerült, a punok is támadták az országot, de ez 1087-re le is csillapodott. Horvátország megszerzése volt a következő lépés, amit ugye 1091-ben meg is tett, elfoglalta Horvátországot, és uralkodóvá öccsét Álmos herceget tette. Tulajdonképpen ezzel egy personál unió jött létre, ami azt jelentette, gyerekek, hogy a király személye a közös. A két ország között semmi nincsen, ami közös, csak a király személye. Mivel, hogy a person szóból, ugye származik a latin szóból, ered a személy szóból, és unió, tehát personál unió, ez utal a közös kormányzásra. És még egy nagyon fontos dolgot meg kell említenünk Szent Lászlóval kapcsolatban, hiszen ő avatta 1083-ban Szent István királyt.
1083. augusztus 15-én nagy tömeg gyűlt össze Fehérváron. Ez egyrészt ugye a megszokott dolog volt ezen a napon, ugyanis 45 évvel korábban István király augusztus 15-én Mária mennybe menetelének az ünnepén halt meg, és azóta ezen az ünnepen tartották az úgynevezett törvénylátó napokat. Ennek az volt a lényege, gyerekek, hogy bárkinek gondja volt, baja volt a törvényekkel, problémája volt a királlyal, a király elé kellett járulni, és ő személyesen döntött ezekben a peres ügyekben. De ráadásul ezúttal László király országos gyűlést is hívott össze erre a napra, és meghirdette, hogy jöjjenek a csodákban bízó, gyógyulásra váró betegek is. Az előzményekhez tartozik, hogy László diplomáciai erőfeszítéseinek következtében 7. Gergely pápa levelében engedélyezte, hogy emeljék fel azoknak a testét, akik Pannóniában, azaz magyar földön a hit magvát elvetették. Mit jelent ez? Tehát akik a kereszténységet megerősítették. Tehát Szent Istvánt jogosan. A sírok felnyitása és az ott megtörténő csodás gyógyulások erőfeltételei ezeknek a szenti avatásoknak, és László kiváló politikusként fátlat borított arra, hogy István volt az, aki megvakítatta az ő nagyapját, Vazult. Hát, mert most fontosabb dolog volt az, hogy a magyar állam alapítójának a szenti avatásával tekintélyt szerezzen ugye az Árpád háznak. A nép pedig, amely ugye a háromnapos böjtel imával várta a csodát, István halála után 45 évvel már amúgy is, mint ugye boldog békeidőkre emlékezett vissza István éveire. Az államalapító király egyébként végakaratának megfelelően a székesfehérvári bazilikában van eltemetve. De feltételezések szerint abban a római szarkofágból átfaragott kőkoporsóba, amelyből aztán 1061-ben a pogánylázadások idején kiemelték, és elrejtették a templom közepén egy kősírba. Innen készültek tehát ugye István testét kiemelni 1083-ban, és Salamon szabadon bocsájtása után, mert ugye addig nem tudták, képzeljétek el, fölvenni Istvánnak a szarkofágjának a tetejét, amíg Salamont szabadon nem bocsájtotta László. És ugye mivel, hogy ez megtörtént, így nagyon könnyen aztán fel tudták venni, kinyitni a sírt. Augusztus 19-én megtelt a templom, és megtörténtek azok a csodás gyógyulások is, amelyek a szenti avatás feltételei voltak. És másnap, augusztus 20-án, ugye ezen az ünnepen László király jelenlétében felnyitották a sírt, és attól a naptól kezdve egyébként Magyarországon szentként tisztelték az államalapító királyt. A hivatalos szenti avatását már Könyves Kálmán idejére tehetjük, de Szent László volt az, aki ezt elindította. És még egy érdekesség, gyerekek, Szent László királyunk 1095-ben épp egy nyugati irányú hadjáratra készült, amikor váratlanul meghalt egy járványban. Somogyváron temették el, abban az időben még nem vált szokássá a székesfehérvári bazilikában való temetés. A magyar uralkodókat későbbi századokban temették csak el, Kálmán királytól kezdve vált igazán általánossá. András például Tihanyban, ezt említettük, a Tihanyi Bencés apátságban temették el, ezt is mondtuk, hogy Bélát Szekszárdon, Gézát a Garamszent Benedeken, László királyt pedig az ugyancsak általa alapított Somogyvári Bencés apátságban temették el. Az 1091-ben ideépített francia bencés szerzetesek számára alapított monostor ránk maradt, néha csak térdig érő fal maradványokból látszik, de az látszódott, hogy egy nagyon nagy tekintélyes templom volt itt valamikor. Aztán 11 év múlva Váradra vitték, mert ugye Somogyvár, ez az egyházmegye székhelye volt, és így temették el 95-ben Lászlót, és 11 év múlva Váradra vitték át az általa alapított székesegyházba a hanvait.
A legenda szerint a koporsóját szállító, kocsit húzó lovak maguktól indultak el várad felé, ahogy a királyt halála után nem egészen 100 évvel szentté avatták. Valószínűleg ekkor 1192-ben történt szentélyavatási ceremónia során választották külön László csontjaitól a koponya erekét, amit egy hermában, vagyis egy ilyen fej erekje tartóban helyeztek el, és néhány évben keresztül ezt a győri székesegyházban őrizték ilyen aranyozott ezüst erekje tartóban. A feltételezések szerint Sárkányelő Szent György szobor alkotójaként ismert kolozsvári testvérek 1390-ben váradi székesegyház előtt egy aranyozott Szent László lovasszobrot állítottak fel, és bár a török időben megsemmisült, de úgy tartják, hogy annak a szobornak a feje lehetett az erekje tartó mintája. Nagy utat járt be Gyulafehérváron Prágán keresztül Győrig, többször megsérült, ugye, és az eredetileg négyszögű, ilyen gótikus koronát a 16. század fordulóján átalakították 10 ágúra. Nagy szerencse egyébként, hogy Győrbe került, mert így legalább megmaradt. A váradi székesegyházat ugyanis többször kifosztották, és már ez nem biztos, hogy meg lett volna. Szent László koponya csontjának egyébként több darabjához készültek különféle erekje tartók. Van egy kicsi falu Vend vidékén, ugye a Veleméri templom. A 13. században egy szép román stílusú templom épült itt, ugye 1378-ban egy festő kifestette ezt a templomot. A falu török időkben teljesen megsemmisült, de ez a templom, ez megmaradt. Ez a Veleméri templom. Ez gyerekek egy mágikus hely, már a templom tájolása is a Szent Háromság vasárnapján a kelő nap első sugara a szenté boltozatában levő Szent Háromság jelképre mutat rá, erre esik. És ugye ott van egy kép Szent Lászlóról is. Ez a kép az, ami nagyon-nagyon érdekes, mert meglepő módon az arcvonásai és főként a két oldalon jellegzetes hátrafésült haj szinte pontos mása a győri Hermáról ismert ilyen portré vonásainak. Ez nagyon érdekes, hiszen a kolozsvári testvérek freskó készítése, keletkezése után 20-30 évvel később készítették el azt a bizonyos lovasszobrot, és nem is ismerhette a készítője. És ennek alapján ugye a templomban pedig pont ezt a tökéletes arcmást láthatjuk. Elképzelhető, hogy létezett egy olyan mindenki által elfogadott Szent László ábrázolás, amelyet minden művész alapul vett, de minden esetre nagyon érdekes, és hogyha igaz, akkor Szent László Herma, ez a veleméri freskó, mindkettő nagy eséllyel feltételezhető mindkettő alapján, hogy majdnem fényképszerűen ábrázolja Szent László király arcvonásait. És akkor egy nagyon érdekes dolgot szeretnék nektek elmesélni, mivel hogy Könyves Kálmánt nagyon sokan úgy ábrázolják a korabeli írások, hogy popos volt, sánta volt és csúnya, hát ez egyáltalán nem igaz, valószínűsíthetően, mivel hogy Lászlónak nem volt fia, így unokaöccse került a trónra, Kálmán, de ő Európa egyik legműveltebb uralkodója volt, pappá is szentelték, majd a váradi püspökség élére helyezték, tehát előbb volt ő püspök, mint király, nagyon művelt volt, ezért is rakott rá a könyves jelző. Pupos volt-e Könyves Kálmán? Hát a kérdés megválaszolásához el kell mennünk egészen a Dunakanyarba. Emlékeztek rá, amikor Dömösnél említettük, hogy első Béla 1063-ban úgy lelte halálát, hogy rászakadt a trón? Hát, hogy az összeomláshoz volt-e némi merénylői segédlet, azt nem tudjuk. A Dömösi király dráma folytatása Álmos herceghez Könyves Kálmán örökké bátyja ellenáskálódó öccséhez fűződik.
akinek ugye árulásait a király mindig megbocsájtotta, sőt, hercegséget támogató nagyszámú előkelő megnyerésére megbízta őt az ország egyharmadának a vezetésével, így kapta meg Álmos 1107-ben a Duna partján ezt a birtokot, ezt a dömösi birodalmat, dömösi királyi udvarházat. Ahogy a nagyapjával, Bélával a baleset történt, ez pontosan ugyanazon a helyszínen volt, amit ő megkapott, a fiú talán nagyapja iránti tiszteletből szintén ugye Álmos a saját fiát Bélának nevezte. Álmos herceg azonban továbbra is szervezkedik ugye a trón megszerzésére, hiába kapta meg ezt az uradalmat, és Kálmán sokadik árulás után már megunta, megelégelte, viszont megölni nem akarta öccsét, és úgy gondolta, hogy az uralkodásra alkalmatlanná teszi. Kisfiával, Bélával együtt megvakítatta. Álmos és családja itt a dömösi prépostságban talált menedéket. Ám ugyancsak a krónikák adnak hírt arról, hogy Kálmán továbbra sem érezte biztonságban fia, István, aki majd ugye második István néven lesz uralkodó, trónutódlását, ezért orgyilkosokat küldött Dömösre. A templomból az ortár erőr hurcolták el Álmos herceget, aki aztán később Bizáncba menekült, és ott is halt meg. A bujdosó herceg a fiát is, a kis vak Bélát nem vitte magával, hanem a pécsváradi bencéseknél dugta el, helyezte el. Kálmán halála után, ugye 1116-ban második István néven megkoronázták a fiát, aki megtudta, hogy az unokaöccse Béla életben van, és hogy elnyerje a Béla hívek támogatását, hiszen nagyon kellett gyerekek ugye a többségi támogatás. A Tolnán egy udvarházba költöztette a vakherceget, és méltó ellátást biztosított neki. Istvánnak azonban nem volt fiú utóda, és most figyeljetek, kihalt volna a Kálmánág, vagyis az Árpádok vérének egyetlen örököse sem lett volna, hogyha a megvakított Béla herceg nem lenne most. Ugye a király második István halála után belharcok voltak, és az alkalmatlanná tett Béla került ki győztesen, és úgy is került be, gyerekek, a történelembe, hogy második vak Béla. Hosszú ideig uralkodott, ugye azzal kezdődött az uralkodás, hogy 1131-ben országgyűlést hívott össze Aradra, ahol kegyetlenül lemészárolták mindazokat a főembereket, akik az ő apjának és az ő megvakítatásának bármi köze lett volna. A következő évben a trónkövetelőként fellépő Boriszra, most Kálmán király törvénytelen fiára mért súlyos vereséget. Könyves Kálmán tezért, ugye, első vagy második Béla bosszúból púposnak, gonosznak, torztestűnek, lelkűnek ábrázolta. Mivel vak Bélától származott az összes további Árpádházi király, ő volt a hátralévő Árpádházi uralkodók őse, és ezért a későbbi királyok hűséges krónikásai is ezt rögzítették Kálmáról, hogy ezt a rosszindulatú és a mai kutatások szerint teljesen hamis képet. Nagyon fontosabb külpolitikájánál megemlítenünk, ugye megtanulnunk 1095-ben, amikor keresztes háború átvonul az országon, akkor úgy biztosította csak ezt az átvonulást. Huszként Bujon Gottfriednek a testvérét a saját udvarházába tartotta, amíg vissza nem érnek Szentföldről, tehát hogy ne dúljanak, fosztogassanak az országunkba. És nagyon fontos, hogy Dalmáciát és Horvátországot együttesen tengermelléknek nevezzük, és Könyves Kálmán Dalmáciát tette hozzá a királyságunkhoz, Dalmáciát szerezte meg. Itt láthatjátok, lila nyillal meg is jelöltem nektek, hogy Horvátország és a Dalmát szigetek és városok ebben az időben kerültek a magyar királysághoz. És nagyon érdekes a törvényei, hogyha azt nézzük, ugye Kálmánnak a törvényei. Ugye emlékeztek rá, az előbb László törvényeit megbeszéltük, és most nézzétek meg, hogy Kálmán hogyan enyhít ezeken a törvényeken. Ha valaki
Akit lopással vádolnak, az egyházba menekül, úgy ítéltük, hogy ő csupán azért még ne tekintsék valóban tolvajnak, hanem a bíró és annak az egyháznak a papjaival együtt kérdezze meg, vajon bűnöse vagy sem. Hogyha ő magát vétkesnek vallja, azért, amivel az egyházba menekült, személynek megvakításától vagy más tagjainak megcsonkításától meneküljön meg. Ha pedig azt mondja, hogy nem bűnös, ne tagadják meg tőle a lehetőséget, hogy magát tisztázhassa. De ha aztán bűnösnek bizonyul, az a körülmény, hogy az egyházba menekült, ne mentse meg a fent említett veszedelmektől. Tehát mit mond? Megvan a lehetősége annak, hogy aki bűnösnek vallja magát, az ugye megvakítatik, de aki nem vallja magát bűnösnek, annak lehetősége lesz arra, hogy megvédje magát. Minden olyan birtok, amelyet Szent István adományozott, illessen meg minden leszármazás szerinti utódot vagy örököst. Az olyan birtokot azonban, amely más királyok adtak, csak apáról fiúra szálljon. Ugye ezek nagyon fontosak, tehát a vásárolt birtokot semmiféle örököstől ne vegyék el, csupán a vásárlás lényegét ugyanazzal a bizonysággal kell igazolni. Tehát a vásárolt birtokot semmilyen örököstől nem szabad elvenni. Ugye ez az öröklési rendben majd nagyon fontos szerepe lesz. Tehát Kálmán törvényeiben a legsúlyosabb büntetés most már a megvakítás volt. Ugye ezekben az eljárásokban megszilárdultak a tulajdonviszonyok. Két fontos újítás, ugye az egyházi birtok ezentúl visszavehető volt, a világi magánbirtok öröklését pedig attól tették függővé, hogy Szent István által adományozott, vagy később szerzett föld volt. És nagyon-nagyon fontos a boszorkány üldözésről hozott törvényei. A Tarcalon született 1100 körül Kálmán király első törvénykönyve minden iskolás ismeri, bizonyára, hogy nektek is biztos, hogy meg fog maradni az emlékezetetekben, az a bizonyos 57. paragrafus, amely így szól a boszorkányokról, pedig mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak. Ez latinul úgy kezdődik, hogy de strigis vero que non sunt, vagyis a király a strigákról beszél. A strigis az a strigákat jelenti, akik csodát tenni és állattá átváltoztatni is képes nőszemélyek voltak. Ők tehát nem léteznek, ezért büntetni sem lehet őket. Igen ám, de a törvény egy másik kevésbé ismert paragrafusa is létezik, gyerekek, mégpedig akik bűbájoskodó, rontást hozó asszonyok voltak, és őket bizony a 60. paragrafus igenis büntetéssel sújtotta, vagyis a szó sincs arról, hogy könyves Kálmán azt mondta volna, hogy eltörli a boszorkányüldözést. Ő mindössze különbséget tesz boszorkány és boszorkány között. Ugye, tehát a strigák azokat nem ismeri el, viszont ugye ezeket a bizonyos bűbájosokat, malefikákat, ezeket az asszonyokat, ezeket szigorúan büntette. És még egy érdekesség könyves Kálmán gyűrűjéről. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2004. decemberében Németországban élő testvérpártól egy különleges adományt kapott, mégpedig egy aranypecsét gyűrűt, amely az 1800-as évek végén az Eszterházi család uradalmi intézőjének családjához került, azzal a felirattal, hogy Annulus Colomannus Regis, azaz Kálmán király gyűrűje. És a gyűrű belsejében néhány titokzatos szót találunk, mégpedig gut, gut, gutani, tabal. A kutatók többsége ezt valamiféle rontás elleni varázsigének vélik, vagy aki ugye rovásírás lát benne, mivel hasonló óvó feliratok voltak a 10-11-12. Században is, ezért ugye többnyire elfogadják, hogy ezt a gyűrűt valóban könyves Kálmán használhatta. Hogy aztán rendkívül művelt és korábban püspökké szentelt uralkodó vajon miért viselt volna betegségeket távol tartó babonás feliratú gyűrűt, ebben vitatkoznak a
kutatók. És hát gyerekek, ennyi lett volna ugye az érdekesség, amit László királyról és Könyves Kálmáról megtudhattunk. Ugye több összecsapás is volt Álmossal, már említettük, hogy Bélát is megvakítatta, a későbbi második Bélát, Vak Bélát, aki majd utódja lesz. És még jó, hogy megvakítatta, különben az Árpád ház így ki is halt volna Kálmánnal, de ő is súlyos betegséggel küzdött, és 1116-ban meghalt, és Székesfehérváron van eltemetve. Innentől kezdve az összes magyar királyt ugye Székesfehérváron temetik el. Nagyon remélem, hogy érthető volt, bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg. Nagyon jó felkészülést kívánok nektek, és szép hetet! Sziasztok!